tavaly volt egy előadás, Miló Dávidnak az előadás, aki azt hiszem, hogy ma itt van, legalábbis én ma már láttam, aki az építészetről és a kommunikáció összefüggéséről beszélt, és azzal engedtünk benneteket utatokra, vagy engedtük a hallgatókat útjára, hogy fedezze fel mindenki, hogy az ő házában milyen történet rejlik. Mert hogy minden háznak, minden tárgynak, ahogy hallottuk, és minden embernek is van egy története. Most három ember története fonódik egybe a következő előadásban. Egy hölgy, akit a kíváncsiság és a kalandvágy hajt, egy, aki az értelmet keresi, és egy, aki az értékek megőrzése iránt van elkötelezve. Azt hiszem, hogy erre még Orlik Géza is azt mondaná, hogy minden megvan egyben, hogy valami jó dolog süljön ki belőle. Egy idézetet akartam felolvasni, csak Orliktól szintén, mert hogy valami féleképpen ő kerül a középpontba most. Nem tudom, hogy mi a lényeg egy ember életének, a tettei, a visel dolgai, vagy olyasféle megfoghatatlan apróságok, mint egy ködös téli reggelének a hangulata. Én azt hiszem, hogy ez a ködös téli reggel fogja meg legjobban azt, ami az embernek és a környezetének az eszenciája, és hogy ez egy hajnali háztetőről látszik a leginkább. Úgyhogy nézzük meg, hogy lehet ezt a hajnali háztetőt, ezt a ködös téli reggelt, vagy éppen napsütéses nyári reggelt átélni ma, a 21. században, a mai technológiával és három hölgyel. Mata Juli, Orravec Juli és Jankó Anna következik. Az egyetemi évek alatt sokszor hallhatjuk, hogy örüljünk, amíg tanulhatunk, hiszen a való világ az iskola padon túl nem olyan szertágazó és izgalmas, mint ahogy ezt az oktatási feladatok alapján elképzelnénk. Aztán sokat hangoztatják azt is, hogy a munkához való készségeket valójában nem az iskolapadban sajátítja el az ember, ahol olyan dolgokra helyezik a hangsúlyt, amelyre később valami kevés szükség lesz. Aztán ott van még a diplomás munkanélküliek növekvő száma. Akkor mit évő lehet az, akiben az egyetemi projektek idealizmusa mélyen gyökeret vert, és a prognózisok alapján csak a hétköznapok szürkessége várja a diplomán túl? Mi azt mondjuk, higgyen, mert van más út. Persze azt nem mondjuk, hogy kolbászból van a kerítés, amit eddig csak senki nem vett észre, de azt igen, hogy minden ellentmondás és nehézség ellenére áthidalható az oktatás és a valóság közötti távolság. Mi hárman a Momén találkoztunk, Anna és Juli hallgatóként, én mentorként egy olyan kurzus keretein belül, amely ezt az ellentmondást igyekezett feloldani. A cél a múzeumi élmény újragondolása volt, hogyan lehetne a vitrínbe zárt tudást és a mindent a szemnek, semmit a kéznek felfogást megváltoztatni, lehetőleg az egyre könnyebben hozzáférhető technológia segítségével. Ellenben az egyetemeken megszokott, elvont feladatokkal, valós problémákra, aktuális lehetőségek tükrében kerestük a választ, az élő múzeumi kapcsolatoknak köszönhetően pedig visszajelzést kaptunk az egyetemen kívüli világból is. Na, ez persze még nem garancia semmire, végződhetett volna minden a szokásos forgatókönyv szerint. Tapsol a prezentáció végén, aztán megy a dokumentáció a fiókba. Nem itt történt. Partnerünk a Petőfi Irodalmi Múzeum volt. Azon gondolkodtunk, hogyan lehetne a Budapesten játszódó regényeket a történet helyszínein megismerni. Hogyan lehetne kilépni a múzeumi térből, kiszabadítani az archív dokumentumokat és képeket a vitrinekből, hogyan lehetne a regény valóságát közelebb hozni a jelenhez. Az olvasás élmény újragondolásával, a regény városi kalandtúrává alakításával, digitális technológia alkalmazásával közelebb hozható az irodalom fiatalokhoz. Lilivel novemberben ismerkedtem meg, 20 évvel ezelőtt, éjszaka, 12:45. Hogy hanyadika volt, arra már nem emlékszem.
November vége felé járhattunk. Csak arra emlékszem, hogy éjfél tájt egy ablakban álltam a rózsadombon, orromat a hideg üveghez nyomtam, két tenyeremmel ellenzőt formáltam, s néztem ki az éjszakába. De így sem láttam semmit. Ugye ismerős a történet? Az idézet Ottlik Géza Hajnali háztetők című regényének felütése. Ha a könyvben nem is, egy a Rómer-Flóris utcában álló pad felirataként találkozhatatok vele. Hogy miért pont ide került? Mert a villa, amelyet a pad áll, lehetne akár a történetbeli estélyhelyszíne is. Számtalan irodalmi mű idézi meg Budapest utcáit, tereit, házait. Ha csak az ismertebb regények közül választunk egy példát. Közületek, ki gondolkozott el már azon gyerekként a Pál utcai fiúkat olvasva, hogy hol lehet a Grund? Megvan-e még? És ha igen, akkor milyen lehet most? Vagy hogy melyik lehet az a pesti bérház, ahol esti kornél délutánig aludt eldorbézolt éjszakái után? És hol fogyaszthatta kései reggeliét? Vajon voltunk már ezeken a helyeken? Ha igen, valószínűleg akkor sem tudtuk, hogy regények díszletei közt járunk. A Hajnali háztetők is egy ilyen történet. Vannak benne valós helyszínek, mint az egyetemtér vagy a feneketlen tó, és vannak benne kitalált, ám mégis valahogy ismerős helyek. Mint egy belvárosi lebúj, vagy a már említett rózsadombi villa. Hónapokon át kutattuk lelkesen ezeket a helyeket. Nyakunkba vettük a várost, barangoltunk, kérdezősködtünk. Lehet, hogy a kezdeti hív, vagy a mi idealizmusunk, de a lelkesedés átragadt a múzeumra is, és bár ekkor még nehezen lehetett elképzelni a végeredményt, mégis bizalmat szavaztak egy csapat fiatalnak, és azt mondták, vágjunk bele. Álljunk meg itt egy pillanatra, mert fontos momentum ez. Bíztunk egymásban, tetre készek voltunk, és mertünk álmodni. Ezen tényezők együttállása nélkül nincs siker. Most már tudjuk. Persze, ekkor még fogalmunk sem volt róla, mekkora fába vágjuk a fejszénket. Csak úgy röpködtek az ötletek. Bontsuk a regényt állomásokra, és kössük össze a városban elszórt pontokat. Vezessék a résztvevőket találós kérdések. Találják ki, ők merre kell menniük. És mindezt egy korabeli térkép alapján. Közben beépített emberekkel találkoznak, egy kávézóban egy pincértől malacképes napot kapnak, és egy zsíros bödömből pedig cigányzene szólna. Tanuljanak meg kariókát táncolni, kezdjenek el bridge-elni, gyakoroljanak be kártyatrükköket, ami természetesen csak frakban az igazi, úgyhogy mindenki érkezzen korhű ruhadarabokban. Álmodj határa csillagos ég, ugye? Aztán kiderül, hogy a csillagos ég azért távol van, mert a megvalósítást is el kell kezdeni valahogy, ahogy Andy mondta, kell egy keret. Az ötlet technológiai megvalósításért, kivitelezőért kiáltott. Ekkor került még egy szereplő az egyenletbe, mert hogy az MT azt, aki vállalkozott a kivitelezésre, és elindult a közös történetünk. Egy nagy presztízsű egyetem, egy a magyar közkincs és kultúra mellett elhivatott intézmény, és a magyar tudományos világ egyik elismert szereplője. Óriások találkozása, amely amennyi csodát ígér, annyi veszedelmet is rejt. Ráadásul három nagyon más égtájról jött óriás, és persze mi. Ambivalens egy helyzet, nem kis kihívás a három teljesen más gondolkodású szakértelmet összehangolni, és végigvinni a projektet, de lehet. Mikor a múzeummal először ültünk össze, kiderült, hogy az eredeti koncepciót túl kockázatosnak találják. Beláttuk, hogy éjszaka egy budapesti háztető valóban nem veszélytelen, főként nem pár elfogyasztott sör után. Mi a sétát elsősorban a saját korosztályunknak szántuk, úgyhogy fiatalos bevállalással terveztünk meg olyan élményeket, amelyek bizony egy közintézmény számára túl nagy rizikót jelentenek. De a technológiai keret miatt is újra át kellett rágnunk az eredeti kalandos versenyre, a közösségi médiára építő terveket. Ugyanakkor határt kellett szabnunk a gyűjtésünknek is, különben még mindig múzeumokban, könyvtárakban, archívumokban ülnénk, a korabeli cikkek, különböző újságok, filmek és fotók tömkelegében. Ha minden ötletünkhöz ragaszkodtunk volna, még most is a GPS koordinátáknak megfelelő archív térképet keresnénk.
A Stucky fejlesztői kapacitását pedig egy egész évre lekötnénk, ami csak a programozók fizetésével számolva is komoly költségekkel járt volna. A végeredmény már csak távoli családi viszonyban van az eredeti koncepcióval. Az eredeti csoportos éjszakai kalandtúrából végül egyéni okostelefonos városi séta lett. A regény részletek továbbra is a történet helyszínein hallgathatók meg, illetve olvashatók el. Ezeket azonban kiegészítettük multimédia galériákkal, amelyek több mint 300 archív cikk, videó és fénykép segítségével idézik meg a 30-as évek Budapestjét. Beszámoló, hogy kik vettek részt egy opera bemutatón, és ki milyen estében jelent meg. Cikk, hogy hogyan töltse a szabad idejét hasznosan egy dolgozó nő, és képes reklámhirdetések, melyek arról győzködnek, miért van szükségünk a leghaszontalanabb áru cikkekre. Én ekkor döbbentem rá igazán, mennyi hasonlóság van akkor és most között. Ha az állásadó azt kívánja, hogy alkalmazottja hosszú hajat viseljen, akkor bizony az alkalmazott legjobban teszi, ha meghagyja a haját. De bölcsen teszi, ha tartózkodik a bubi frizurától akkor is, ha az állásadó nem törődik a frizurájával. Ha ugyanis álláscserére kényszerül, a bubi frizura súlyos tehertétel, mert sajnosan kellett tapasztalnunk, hogy az alkalmazottat kereső állásadók ismételten azzal küldték el a jelentkező házvezetőnőt, hogy bubi frizurás nőt nem alkalmaznak. De ha már a külsőségeknél tartunk, biztosan hallottatok már róla, mennyire fontos volt a korban a megszólítások rendje. Akkor, amikor Franciaországban már mindenki monsieur, madame vagy mademoiselle, az Egyesült Államokban pedig mister, mistress vagy miss volt, akkor Magyarországon kovácsot vagy kovácsnét, sőt, még kovács urat is csak a társadalom alantas szféráiban lehetett sértődés nélkül keresni. Egyébként el kellett dönteni, hogy az illető tekintetes, nagyságos, méltóságos vagy kegyelmes úrnak, illetve asszonynak szólítjuk-e, s ha főnemes volt, akkor azt is, hogy egyszerűen csak gróf, illetve bár úrnak, vagy kegyelmes, illetve méltóságos gróf, illetve bár úrnak. De megismertük a felszín alatt forrongó éjszakai élet szereplőit is. Megtudtuk például, hogy a prostituáltak is osztályokat alkottak. A Dunakorzó luxuslányaitól, a Nyugati Pályaudvar perpengős utcalányaig. Akik törzsejükre betérve fokhagymás pirítóst palatoztak tormás virslivel. Egyébként ezt és más a könyvben szereplő ételeket is beválogattuk abban a menübe, amit a csendes létteremben a séta egyik állomásán ki is próbálhattok. Végül 13 intézmény archívumában kutattunk hosszú hónapokon át. Kiműveltük magunkat transzmediális történetmesélésből, a játékok és narratívák ellentmondásából, struktúráltunk sétaélményt, regényt boncoltunk, felhasználói felület funkcionalitásán agyaltunk, helyszíneket kerestünk a városban, hangfelvételt rendeztünk és zenéket válogattunk. Aztán teszteltünk, teszteltünk és teszteltünk. És rengeteget tanultunk. Köszönhetően annak, hogy megtört az átok és átléphettük a koncepció és a valóság közötti kifürkészhetetlen határt. Rájöttünk, hogy nem lehetünk kreatív mártírok és hogy a mi határozatlanságunkon is sok minden múlt. Meg kellett mutatnunk a partnereknek, hogy bízhatnak bennünk, és hogy a konstruktív kritika inspirálóbb, mint a kételkedés és a negatív hozzáállás. Azért vagyunk itt ma hárman, mert ez a projekt is tanúbizonysága annak, hogy egységben az erő. Egyikünknek sem ment volna a többiek nélkül. Egy mindenki által vágyott, ám annál nehezebb együttműködésnek lehettünk a megálmodói, majd vezetői. Nekünk megérte. Vágjatok bele ti is. Ne hagyjátok, hogy az ötletek a fiókban végezzék. Köszönjük. Mindenek előtt mondjuk el szerintem, hogy hol érhető el ez a városi kalandtúra.
van mikrofonom, van. Igen. Igen, tehát ez a séta letölthető mind iOS, mind pedig Android platformra. Yes. És egyébként az MTA Staki Guide at, mint kukac, hand, túri, városi túra alkalmazásának az egyik sétája, úgyhogy innen tölthető le ingyenesen. Valahol majd fogtok találni egy könyvjelzőt kifele, és egyébként azon rajta van a cím. Menjünk vissza az élményekre. Egy olyan felfedezést, akár háztető, akár épület meséltek el, ami igazán új volt és lenyűgöző a számotokra. Hát még a koncepcióalkotás legelején megkerestünk egy háztetőt a Megvárt Liget környékén egy kedves barátom lakik ott, és fantasztikus élmény volt hajnalban felkelni, 5-kor télen, és fagyoskodva állni az antennák között, és de most ez úgy hangzik, mintha nem lenne fantasztikus, de az volt. És ebből rengeteget merítettünk, és a fotókat egyébként felhasználtuk az alkalmazásban is. Így van, most az alkalmazásnak a nyitófotója egyébként annak a reggelnek az egyik eredménye. Akkor kívánjunk nagyon sok kellemes hajnali háztetőt a nézőknek. Köszönjük szépen. Köszönjük. Nektek.